Ma már a brand hirdetések és a sales marketing egyre gyakrabban egy kézben van. Szerinted hogyan változik egy termék értékesítési lánca mindezek fényében? Erre szerintem a legjobb példa talán a zeneipar. Most pont a közelmúltban volt egy szolgáltatás a hírekben, amiben a Google jelentős összeget befektetett. Ott ugye arról szól a történet, hogy maga a zene, mint tartalom, az nem mondjuk egy CD-n keresztül jut el feltétlenül a fogyasztóhoz, hanem nagyon sok egyéb csatornán keresztül, és ez a szolgáltatás ez ezt figyeli, hogy hol jelennek meg ezek a zenék, és utána ezek után jogdíjakat ugye hogyan lehet behozni. Nyilván itt ugye az értékesítési pontok azok megtöbbszöröződtek, ez nagyon fontos, illetve maguk a fogyasztóval a kommunikációs lehetőségek is megsokszorozódtak, és az az izgalmas, hogy a konverziókat nézed, akkor mi mit eredményez, hogy ezt hogyan mérjük meg, ez megint egy csomó kérdést vet föl. A reklám és médiaipar mintha egyre nagyobb arányban adaptálná a digitális korszak eszközeit és üzleti modelljeit. De vajon meddig tudják és akarják maguk a tartalom és a reklámfogyasztók, vásárlók követni és elfogadni ezeket a változásokat? Ez egy nagyon érdekes vagy izgalmas kérdés. Itt a tartalomnál szerintem mindig a minőségi tartalom a kulcs, és az, hogy minőségi tartalmat lehessen előállítani, ez ugye nincsen ingyen. Tehát, hogy ez a tartalom, ez hogyan fog előállni. Itt nagyon sok új lehetőség van szintén, ugye most egy ilyen nagyon új terület például a content marketing. Meg lehet találni azokat a kapcsolódási pontokat a fogyasztókkal, amik ebben a kis egyenletben hozzáteszik azt az értéket, hogy én elolvashatom azt a tartalmat. Ennek egy jó eszköze a reklám, hogy a tartalomhoz hozzájussak. Ugye erre is több modell van, tehát vagy előfizetek valamire, és akkor nem kérek reklámot, vagy mondjuk akkor nézem a reklámokat cserébe. Tehát ebben a formában ez szerintem tud működni. Nyilván egy picit bonyolultabb, mint egyszerűen egy push üzenetet elhelyezni valahol, de ha ebben benne van az a munka, meg van nézve, meg van vizsgálva az, hogy a fogyasztónak mire van szüksége, akkor ez jól tud szerintem működni. Hogyan változnak a médiafogyasztók és a hirdetők elvárásai a különböző generációk esetében? Hogyan változnak az elvárások? Hát én itt talán ezt a technológiai gyorsulást hoznám be, és az automatizációt. Egyre több ilyen dologgal fogunk találkozni, de ezek nem lesznek ilyen nagyon látványosak, tehát nem arra az elején nem arra kell gondolni, mint a Terminátor 2-ben, hogy ott kisétál az ember, meg fogják könnyíteni a folyamatokat. Ez úgy fog lecsapódni mondjuk egy generációs marketingnél, mindenki a legrelevánsabb üzeneteket kaphatja meg célzottan, tehát akár a viselkedés, akár az egyéb demográfiai tulajdonságaik alapján.